Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok. Minden este 10 órától. 103.9. Sláger FM. Jó estét mindenkinek, ez itt a 103.9. Sláger FM, benne pedig a Sláger Arcok. Én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben vendégem, aki védőnőként 18 évvel ezelőtt állt bele egy pici helyi kezdeményezésbe Szászhalombattán, amely mára országos szintűvé nőtte ki magát. Nehéz helyzetben lévő várandós anyukákat segítenek lelkileg, tanáccsal, ha kell, eszközökkel, de titkolt terhességek esetén még krízis lakás biztosításával is. Amennyiben a gyermek megtartása és felnevelése lehetetlen, úgy nyílt örökbefogadás útján családhoz juttatják a csecsemőt. A cél az élet megtartása, a gyermek biztonságba helyezése és a két legkétségbeejtőbb helyzet egymással való orvoslása, ugyanis a nem várt terhességhez hasonlóan fájó a gyermektelenség is. A Gólyahír Egyesület az életet adóval együtt a születés pillanatában örökbefogadó szülőknek adja át a kicsit. Ám amíg idáig eljutnak, hosszú és érzelmileg hullámzó az út mindenkinek. Jó néhány részletet és felvetődő kérdést igyekszünk átbeszélni. Vendégem ma este Móruc Lajosné, vagy ahogy mindenki szólítja, Gabika. Ezt olvasom mindenhol. A Gólyahír Egyesület elnöke, akit köszöntök. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Utána néztem, hogy 18. éve, vagyis hát éppen nagykorú az egyesület, amelyik ugye várandós anyák megsegítésével, illetve nyílt örökbefogadás közvetítésével foglalkozik. Tehát mondhatni, hogy mindkét oldalt próbálja kiszolgálni és megsegíteni. És azon túl, hogy nyilván fontos a működés, meg hogy mi történik, és hogy gyakorlatilag hogyan is működnek a dolgok, azon kívül nekem nagyon fontos mindig azt, hogy az, aki ebbe vezeti, aki ezzel egyé válik, az hogyan került bele ebbe a történetbe, és amennyit sikerült kihámoznom minden onnan, egy nehéz élethelyzet, egy tragikus élethelyzet, bizonyos szempontból, mármint olyan értem, hogy az édesanyja halála környékén jött ez az új kihívás, mint egy véletlenül. Igen, valóban így van. De én védőnő vagyok, és a védőnők a várandós kismamáknak a segítői, és minden gyerek nagyon fontos. És amikor valóban az édesanyám halála környékén megkerestek egy másik szervezettől, hogy átmenetileg vállaljak egy telefonszolgálatot, akkor én örömmel vállaltam, hiszen... De előtte a klasszik védőnői. Védőnő voltam, igen. 2001-ig voltam védőnő, a betegség miatt aztán abba hagytam, és mint nyugdíjas vezettem a Gólyahír Egyesületet. Tehát az anyukám halála környékén úgy gondoltam, hogy legalább valamivel lekötöm magam, és nem ezen gondolkodom, hiszen hirtelen ment el. És hát belevágtam ebbe egy telefonos szolgálattal. Aztán hát maradt, és úgy gondoltam, hogyha azokon az anyákon tudunk segíteni, akik nem kíván gyermeket várnak, hiszen nem mindenki boldogan várja a gyermekét, hanem meglepetésként, hogy teherbe maradt, és úgy gondolják, hogy ez a baba rosszkor jön, hogy nem tudják vállalni, hogy ne legyenek kétségbe esett újszülött gyilkosok. Mégiscsak segítőkezet kellett nyújtani azoknak a nőknek, akik ilyen helyzetbe kerültek, hogy láthassák, hogy a gyerek életéért mi mindent megteszünk, hogy élhessenek, és családban nőhessenek fel. És nekik ez megoldás, hiszen nem kíván gyermeket vártak. Világos, és ez nagyon nehéz lelkileg is, testileg is minden, hogy ez egyértelmű. De hogy akkor körülbelül egyébként ez egybeesik azzal, amikorra ez a fajta igény, a társadalom érettsége elérte erre a pontra, nem? Hogy lehet, igen, mert, igen. Mert hogy ehhez is kell. Azóta keveset is hallunk újszülött gyilkosságokról, hiszen van más megoldás, tehát megoldást kellett nyújtani, egy másfajta megoldást, mint hogy a nem kíván gyereket eltenni láb alól, hanem át lehet adni egy másik családnak, hogy a gyerek boldogan felnőhessen, és nem neki kell felnevelni, és nem neki kell állami gondozásba adni azt a gyermeket, hanem egy másik családra bízza, akik boldogan felnevelik. Közben pedig azt gondolom, hogy az is egy nagyon nehéz dolog volt, hogy ezt mind, meg a mai napig is, hogy ezt minden oldalról kipárnázni.
Tehát mind jogilag, mind morálisan, erkölcsileg, hogy hogy a legjobb. Mert hát ugye, hogy bele fogunk menni a részletekbe, azért kiderül, hogy tényleg sok, nagyon-nagyon sok mindenre kell figyelni. És azt hiszem, hogy ez bizonyos szempontból az önök felelőssége. Tehát az is, hogy egy kétségbe esett várandós anyán hogy segítenek. Sokféle felajánlásuk van, ezt láttam. Igen. De hogy mi is az, ami neki a legmegfelelőbb. Illetve az is, hogy egy kétségbe esetten családra vágyó páron hogy segítenek. Elolvasva a történetüket, azért látom, hogy nagyon sok ilyen kvázi módosult tudatállapotba került szülő van, akik ők maguk elmondják, hogy már annyira vágynak, már annyira nehéz az életük gyermek nélkül, hogy szinte minden perc fájdalom, amit enélkül kell tölteni. És hogy itt a két ellentétes érdeket, mégis egymást segítő érdeket összehozni, hát azt gondolom, hogy a legnagyobb felelősség. Így van, és sok szereplős ez a dolog, de egyetlen egy legfontosabb szereplője van a gyermek. A gyermek, akiért tehát egyébként mindenki mindent megtenne. Így van, és ő érte tesszük. Hát ez karitatív munkaként végzi a Gólya Hír Egyesület 18 éve, minden munkatársunk egy 4 órás adminisztrátor kivételével, és azért tesszük, hogy a gyerekek jó helyre kerüljenek, és családban nőhessenek fel. Tehát ez a legfontosabb dolog, amiért ezt vállaljuk, csináljuk, és hát bizony nem könnyű az életet adókkal sem, és a várakozó családokkal sem ezt úgy megoldani, hogy mindenki megelégedésére legyen, de legfőképpen a gyerek jó helyre kerüljön. Hát nyilván akkor bele fogunk menni a gyakorlati kérdésekbe, mert az én tudásom szerint, ugye itt az életet adó, ahogy önök nevezik, illetve a szülők, továbbiakban hívjuk így szülőnek van, azt, aki nevelni fogja, a szülők találkoznak. Így van. Ugye? Tehát, hogy ez a nyílt örökbefogadás igen. lényege, és hogy találkoznak. Hát meg az is, hogy a születés pillanatából vállalják. Így van. Tehát, hogy ez mindenképpen újszülöttet jelent. Tehát, hogy ők találkoznak, és engem ez piszkál a legjobban, hogy általában itt olyan nőkről van szó, akik rettentően szeretnék a várandóságot is megélni, tehát a gyermeknek életet adni, de ez valamiért nem jöhet. Igen, de nem ez a legfontosabb nekik, hogy ők várandósak legyenek, hanem hogy gyermeket nevelhessenek. Világos, ezt teljesen megértem, csak van egy olyan fázis, amikor találkoznak az életet adóval. És sokszor ott vannak a szülésnél is. Igen. És ez szerintem egy mindig, de lehet, hogy ez csak az én fejemben van ez a kérdés, de szerintem az nagyon fontos, lehet, hogy ugye az ember mindent meg szeretne adni a saját gyermekének, szeretné egészségesen táplálni, és így tovább, és így tovább. És hogy az, hogy az életet adó milyen életmódot él, ebbe vajon van-e beleszólás, van-e ezzel kapcsolatban idegeskedés, van-e ebben nehéz rész, mert én olyanról is tudok például, ahol a terhesség, mit tudom én, a 30. hétben vált nyilvánvalóvá. Tehát előtte... Igen, van ilyen. És innentől kezdve felmerülhet az is, hogy esetleg bármilyen egészségkárosodás van. Igen, és sőt, vannak végig dohányzó anyák, előfordult már olyan, aki alkoholt fogyasztott. Tehát sajnos vannak, igen, akik nem törődnek azzal, hogy babát várnak. A vérszerintiek születésénél is előfordul, hogy tehát, hogy egy anya ilyen, és hát természetesen az életet adók között is vannak ilyenek. Ilyenkor az a lényeg, hogy megtaláljuk azt a családot, aki ennek ellenére, vagy ezzel együtt vállalja azt a gyermeket. Tehát ez a lényege a nyílt örökbefogadásnak, hogy mindig meg kell találni a gyermeknek a megfelelő családot. Tehát nem hát a házaspároknak keresünk gyereket, hanem a gyereknek keresünk azt a családot, amelyik őt elfogadja, és őt vállalja. Akkor is, ha esetleg dohányzott az életet adó, akkor is, ha nem járt tanácsadásra, akkor is, hogyha az utolsó pillanatban jelentkezett, és semmit nem tudott arról, hogy esetleg ő vagy nem vette észre, vagy nem akarta észrevenni, hogy ő babát vár. Természetes, hogy ahogy ő érkezik, ez a gyermek, olyan családot választunk, aki őt elfogadja. Nagyon fontos, amit most mondott, mert azt hiszem, hogy így a mi fejünkbe is így ugye változik a dolog. Igen. Tehát, hogy nem feltétlenül az igények bizonyos szempontból, nyilván az is fontos, de mindenki az igénye szerint kap majd akkor gyermeket, de a gyermek érkezése az
Tehát nem a soron következő nem. várakozó szülő nem. jön, hanem az, az akinek, ki, ő, akinek ő vállal. Volt már skizofén anyánk, és egy ápolónő házaspár, tehát az anyuka volt ápolónő, az apuka egy szintén kórházba dolgozó, ők vállalták ezt a gyermeket, mert azt mondták, hogy ők úgy érzik, ez a gyerek egészséges lesz, nem lesz semmi baja, és ők boldogan vállalják. Még picike, tehát egy éves, de remélem tényleg nem lesz semmi baja, és nagyon boldogok, és a lehető legjobb helyen van ez a gyermek, hiszen nem izgulnak, nem idegeskednek, nem figyelik a gyereket, hogy mi üt ki rajta, hanem nagy szeretettel és boldogan nevelik. Jó, akkor most válasszuk ketté a dolgokat. Először akkor nézzük a várandós anyák megsegítésének a lehetőségeit, mert hogy ugye végül is innen indul az egész. Igen. Azok, akik hozzánk fordulnak, nagyon sokféle rétegből kerülnek ki. Egyetlen egy szinte közös mindegyikben, hogy az életet adó mellett nem áll család, és nem áll a gyerek apja. Tehát egy magukra maradt nők, akár fiatalok, mert van közöttük diák, ott természetesen az őszülei mellette állnak, de nem tudják vállalni az újszülöttet, de vannak több gyermekes anyák, vannak olyanok, akik első gyermeküket várják, vannak tizenévesek és vannak 40 éves kor körüliek, akik örökbe adnak a közös bennük, hogy nem tudják vállalni valamiért ezt a gyermeket. Tehát nagyon lényeges az, hogy amikor jelentkezik hozzánk, mert hát először telefonon jelentkeznek, zöld számunk is van, hogy elérhessenek bennünket, akkor mindig megkérdezzük, hogy mibe segíthetünk. Mert van olyan, akinek ahhoz, hogy a gyermeket vállalni tudja, anyagi nehézségei vannak, például egy kelengyejuttatás, egy anyaotthonba kerülés segít abba, hogy megtarthassák a babájukat. Mm-hmm. Tehát az is előfordulhat, hogy valaki szeretné vállalni, csak nincsenek hozzá körülmények. Akkor van olyan is, amikor esetleg egy lelki beszélgetés segít neki abban, hogy a szüleihez forduljon, vagy a nagymamájához, vagy a rokonához, hogy őt befogadja, és akkor már tudja vállalni a gyermekét. Tehát sokféle dolog van, és hogyha végül úgy dönt, hogy semmi sem megoldás számára, kizárólag az, hogyha a gyermekétől elválik, és odaadja másnak, akkor a nyílt örökbefogadásba segítünk nekik. A jelentkezés különböző lehet. Van, aki akkor, amikor 12 hetesen elmegy esetleg abortuszra, és azt mondják, hogy már túl van az idő, már is jelentkezik, és hív bennünket, hogy nem tudta elvetetni a babáját, de ő akkor se tudja megtartani, nem tudja majd felnevelni. Ezt végig kísérjük a terhességét, havonta beszélgetünk vele, a megyei kolléganőnk felveszi vele a kapcsolatot, és hogyha a szülés után is ugyanezt mondja, akkor segítünk neki az örökbeadásba. De van, aki az utolsó pillanatban jelentkezik. Van, ami akkor jelentkezik, amikor megmozdul a baba. De már volt olyanunk is, egy fiatal 16 éves lánynál, hogy a szülés után jelentkezett ő is, meg a fiú is, a gyerek apja, hogy fájt a hasa, kiment a vécére, és meglepetésére szült egy kisbabát. Tehát ilyen is előfordult. De ezek, bocsánat, hogy ezt megkérdezem, de ezekre ugye az ember mindig azt mondja, hogy ez lehetetlen. Mégis megtörténik. Tehát a legtöbb picikét, esetben... keveset hízik, nem figyelnek, eszibe se jut, hogy ő terhes lehet. De mind nincsenek tünetek? Hát azért... Hát biztos voltak, de ezeket elnyomják magukba, a szülők nem figyelnek annyira rájuk, hát nem véletlenül kerül ilyen helyzetbe valaki, tehát előfordult már ilyen, és... Természetesen, hogyha úgy döntenek, akkor az örökbeadásba segítünk. Nagyon-nagyon lényeges, hogy kizárólag az életet adó anya jelentkezhet hozzánk. Tehát külső személy, védőnő, családsegítős, rokon, még a gyerek apja se elég nekünk, hogy telefonáljon. Kizárólag vele akarunk beszélni, hogy tényleg így dönte, hogy örökbe kívánja adni a babát, és hogy nincs más megoldás. Mert hát, ha amikor vele beszélgetünk, akkor kiderül, hogy van valami remény, hogy mégis megtartsa. Rengeteg babaruhát küldünk szét az országba, évente 100-120 csomagot is,
és az anya otthonos elhelyezésünk is magas, tehát igaz, hogy most nem mi helyezzük el őket, meg nekünk nincs anya otthonunk, de rengeteg címet, telefonszámot adunk nekik, ahol tudják őket fogadni. A saját krízis lakásunkban... Igen, ezt akartam mondani, hogy ezt látom viszont, hogy például titkolt terhességnél is tudnak segíteni ilyen krízis lakással. Szóval folyamatosan... Ez a saját gólyahíres lakásunk, ahol évente olyan 20 körüli kismama fordul meg. Van, aki csak pár napot töltött, de van, aki hónapokat. Akinek a környezete nem tudhatja. Akarja, hogy megtudják a környezetbe, mert ma még sajnos az életet adókat, aki körökbe adnak, elítéri a társadalom, sokkal inkább, mint az abortuszra menőket, mert ugye azzal azt mondják, hogy persze nem kellett neki ez a gyerek, de az, hogy életet ad és átadja másnak a gyermeke nevelését, ez sajnos még nem elfogadott dolog. Mi azon dolgozunk, hogy ne ítéljék el ezeket az anyákat. Igen, közben folyamatosan azon gondolkodom, hogy ahogy mondtam, hogy ez mekkora felelősség az önök életében, de hogy közben meg milyen felelősségteljes döntés azoknak a részéről, akik tényleg valamiért nem tudják vállalni, és hogy befejeződött ez a templom lépcsőjén, elhelyezzük a gyereket, vagy magára hagyjuk. És én nem gondolom, hogy ez egy könnyű döntés lehet, illetve az egésznek a fizikai, lelki tortúráját végigvinni, és utána megválni tőle. Ennek a történetnek itt nincs vége feltehetően az ő életében, sőt, valószínűleg egész életében hordozza majd. Vagyunk. Van, igen? Aki igen, van, aki nem. Tehát nagyon lényeges az, hogyha meghozzák ezt a döntést, ez sokkal felelősségteljesebb, mint hogyha csak úgy otthagyja a kórházba, vagy lemond róla, akkor úgy, vagy beteszi netán az inkubátorba, ha bár az már egy egészen más dolog, hiszen hol szül az, aki beteszi az inkubátorba, tehát bizonytalan a szülés helye, és akkor bizonytalan a gyermek élete is, hiszen ha már kórházba szül valaki, akkor már nem tudja inkubátorba tenni, mert onnantól regisztrálva van, hogy mondjam, tehát anyakönyvező van meg minden, tehát onnan már nem lehet csak úgy betenni, de ott hagyni lehet, de sokkal felelősségteljesebb magatartás az, hogyha szemébe néz annak, aki átveszi tőle a gyermek felnevelését, és volt sok olyan kismamánk, aki nagyon féltettől a találkozástól, hogy egy házaspárra bízza, mert hozzánk csak házaspárok jelentkezhetnek örökbefogadásra, és azt mondta, hogy nem akar találkozni velük, mert fél, hogy mit mondanak, és amikor megtörténik a találkozás még szülés előtt, vagy hát ugye szülés után, megkönnyebbülnek, szinte hallani, ahogy legördül a kő a szívükről, hogy találkoztak, és azt mondják, hogy de jó, hogy látom, hogy szeretni fogják, hogy jó helyre kerül, hogy szimpatikusak, hogy nyugodtan bízzák rá a gyermeküket arra a házaspárra, akit bizonyos mértékig ők is kiválaszthatnak, mert mondhatják, hogy legyen testvére, vagy ne legyen, vagy hány évesek legyenek, vagy te milyen foglalkozik. Persze, valahol. Természetesen, hiszen akkor nyugszik meg az életet adó is a lelke, hogyha olyan családba kerül, ahova ő szívesen adja a gyermekét. Igen, de hogy ez a találkozás nehéz, ez teljesen érthető, nem? Hiszen itt azért... Mindkét félnek nagyon nehéz. Igen, ugye, ahogy beszéltünk róla, hát itt ugye két ellentétes... Nem jó szó az érdek. Két ellentétes sors. Ambivalencia van, igen. És mi abban segítünk, hogy ez segít. A másik fele pedig tényleg, hogy az életet adó találkozik valakikkel, akik tényleg pont az ő ellentéte helyzetében is. Így van. Aki mellett van valaki, ő egyedül van, ő nem tud ezzel mit kezdeni, a másik szeretné. Nyilván akár anyagi helyzetében is, és külsőre is látható, hogy olyan módú, aki be tud vállalni épp egy gyereket. Van, tehát, hogy mindene van, ami neki nincs. Minden ott rendelkezésre áll, ami egy gyerek felneveléséhez kell. Sokszor mondják is, hogy olyannak szeretnék adni, akinek nem lehet gyereke. Uh-huh. Hát, és ezzel úgymond segíteni szeretnének nekik, hogy családdá válhassanak, hogy legyen gyerekük, ő gyereküket szeressék majd. Világos. Igen, aztán nagyon sok kérdés lehet.
Igen. És az együttszülések is nagyon érdekesek, hiszen hogyha az életet adó szeretné, akkor mi szorgalmazzuk ezt, hogy együttszüljenek. Ez olyan szempontból fantasztikus dolog, hogy az örökbefogadó anyuka ott lehet a gyereke születésénél, onnantól tud mesélni majd neki az életéről, és az életet adó meg láthatja, hogy mekkora szeretettel várják azt a babát, és hogy potyog a könnyük, ahogy meglátják, és hogy örülnek annak a gyereknek, akik őt nem kívántként várcsak. Egy műsor, ahol a kultúra és tudomány legérdekesebb képviselői a vendégek. Sláger arcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM. 103.9 Sláger FM, én Fehér Marian vagyok, és vendégem továbbra is Móruc Lajosné Gabika, a Gólyahír Egyesületnek az elnöke. És hát ugye 18 éve foglalkoznak azzal, hogy várandós anyákat segítenek meg, illetve nyílt örökbefogadásokat vezényelnek le, és éppen a szülésnél, illetve születésnél tartottunk, ahol mondta, hogy nagyon gyakori az együttszülés. Tehát benne van a befogadás, és benne van az elengedés, mert hogy az életet adó édesanyja láthatja, hogy mennyire nagy örömmel várják ezt a gyermeket, és meggyőződhet róla, hogy biztonságban lesz. Nekem van egy ilyen barátom, ahol ez megtörtént, és az ő érzésein sokat gondolkodtam, amikor azt mondta, hogy úgy van egyik oldalról az a szívremegés, hogy Istenem, nem sokára itt lesz ez a gyerek, akire annyira régóta vágyom, tehát ő mondjuk akár, nem tudom, gyerekkorában már elhatározta, hogy lesz örökbefogadott gyermeke, de mint édesanyja ott van benne az a részvét az életet adó iránt, hogy Istenem, ő most miről mond le, és hogy ilyen nagyon ambivalens érzések voltak, hogy bizonyos szempontból imádkozott azért, hogy jaj, csak meg ne gondolja magát, de volt benne egy olyan, és hogyha lenne mégiscsak lehetősége és bátorsága, hogy együtt maradjon a gyerekével, az is egy mennyire szép történet lenne, de hogy bírná ki, szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok érzés. Nem könnyű ez. Csak azt ne felejtsük el, hogy az életet adóknak ez a megoldás, hogy odaadja. Tehát ő nem tudná, vagy nem akarná nevelni ezt a gyermeket. De pont az önök oldalán olvastam egy történetet, egy szülőpáros írta, akik x évig próbálkoztak a lombikkal, és aztán utána kitalálták az örökbefogadást, és hogy kettő esetben is meggondolta magát az életet adó. Igen, előfordul. Úgy, hogy ő egyébként négy napig babusgatta a gyermeket, és négy nap után. Ezek olyan újabb lelki megterhelések, hogy elképesztő. Igen, igen. Ezek általában olyan esetek, amikor nagyon későn jelentkeznek hozzánk, és nincs elég idő arra, ők nem adnak nekünk arra időt, hiszen későn jelentkeztek, hogy alaposan körbejárjuk, hogy vajon tudják-e vállalni, vagy sem. És sokszor előfordul, hogy esetleg ők nem is mondják meg a lehetőségeiket, és ezáltal, ha ők nem mondják, mi honnan tudjuk. Volt olyan visszakért gyerekünk, mert ugye 2014 után, mióta a BTK, vagy a PTK megváltozott, és a gyermek 6-7-es koráig a nyílt örökbefogadásnál is visszavonhatja az anya az örökbeadási szándékát. Akkor is, ha már odaadta. Igen. Tehát ő 5-7 múlva megjelenhet. Ez a három gyerekünk 2-7-esen került vissza, illetve egy állami gondozásba. Tehát amikor nem mondja el, hogy van neki 4 testvére, akik segíteni tudnák őt, hanem csak azt mondja, hogy ő egyedül van 3 gyerekével, albérletbe, pénz nélkül, az apa nem segíti, és nincs más megoldása, mert különben a meglévő 3 gyerekét is állami gondozásba viszik meg minden, akkor az ember azt mondja, hogy hát persze, hát ez a megoldás számára. De amikor kiderül a testvéreinek, hogy ő örökbe adta a gyerekét, és összefog a 4 testvér, és azt mondja, hogy miért nem mondtad eddig, most meg már segítünk, hát ezt mi honnan tudjuk előre? Aha. Tehát vannak, ezekben ilyen igen, tehát megbújó családi történetek pontosan, vannak, akik előléptnek. És akkor végül is visszakérte a babát, és visszakerült a családjába, mert a család, a testvérek összefogtak, és segítették a vér szerinti anyát. De hát ezt ugye előre ő nem mondta, és nem kért tőlük segítséget, és nem ment utána. Na most ebben bizonyos mértékig benne van ez a visszakérési lehetőség is, meg kell, hogy mondjam, mert régen
amíg nem volt ez a lehetőség, hanem ha aláírta, onnan nem gondolhatta meg magát, sokkal felelősségteljesebben döntöttek a nők, hiszen nem azt mondta, hogy na, legfeljebb 4 hét, vagy visszakérem. Tehát addig, amíg alá nem írta, komolyan át kellett gondolni minden lehetőséget, minden, és felelősség teljesen döntöttek, hogy örökbe adják. De most azt mondja, hogy hát na bum, legfeljebb visszakérem. Tehát sokkal rosszabb a helyzet, és sokkal hát meg kiszolgáltatottabb az örökbefogadó. Há, hogyne, sokkal, ugye, tehát, és nagyon itt kétségbe esettek is ebbe a 6 hétben, nem merik szeretni a babát, hogy nem jön-e valami olyan megoldás, ami miatt az anya esetleg visszakér. Igen, meg hogy tudja, ilyenkor mindig az fordul meg a fejemben, hogy mennyire erős, akárki akármit mond, akkor is a vérszava ebben az esetben rendkívül erős. Hát dehogy nem, hogyha ha én itt állok, és évek óta készülök erre a párommal, és nagyon szeretnénk, és alig várjuk, és ott a berendezett lakás, és nem, és aztán utána bejön, beköszön az anyának testvére, unokatestvére, bárkije, akkor az ő általuk megfogalmazott vágy, az jóval erősebb, mint az, hogy mi évek óta készülünk rá, akarjuk, és egyébként itt minden kész erre az egész dologra, és én nem tudom egyébként ezt, hogy lehet túlélni, ezt a visszakérés dolgot. Hát nagyon nehezen, de ebbe család nem azóta van gyermek, és akkor azt mondják, hogy hát ennek így kellett történni, mert ez az igazi, erre a gyerekre vágytak, akik most nevelnek. Igen, én a történetekből azt olvastam, hogy ilyenkor nagyon, ön nagyon odaáll melléjük, és elmondja nekik azt, így hogy... Így van, nagyon sokat gondozzuk őket lelkileg, és nagyon fontos azt tudatosítani velük, hogy ez nem az ő gyerekük volt, ők csak átmenetileg segítettek, hogy az anya átgondolja az életét. Uh-huh. Hát mondjuk, ha innen világítjuk meg, akkor baba, ez is lehet egy van. Szép végkifejlet. És majd meg lesz az ő valódi gyermekük, akit majd felnevelhetnek, és ez mindhárom esetben meg is történt. Igen, igen, amit én olvastam, az bár már a közepénél azt éreztem, hogy Jézusom, hát már mennyi mindenen mentek keresztül, és még jön ez, hogy lehet ezt kibírni, de ott például nagyon ki volt hangsúlyozva, hogy minden csalódás, minden nehézség, minden lombik, minden sikertelen lombik ellenére, vagy ezzel együtt, ott a párok nagyon-nagyon összekovácsolódnak. Így tehát, van. Hogy van egy olyan hatása, amire ők annyira meg tudják tartani egymást, hogy végig tudják vinni. Igen, és a végén ott a gyermek, aki az övéké, akit fölnevelhetnek, akire vártak, mindig megvan az a gyermek, aki aztán végül hozzájuk kerül. Na még a kapcsolattartásra térjünk ki egy kicsit, mert hogy ugye azt elmondtuk, hogy ismeri egymást az életetadó és az örökbefogadó, és hogy ennek nyilván megvannak a maga nehézségei és szépségei, de én úgy tudom, hogy a gyermek születése utáni kapcsolattartás az kifejezetten nem javasolt, sőt tilos. Így van. Tehát nincs fényképküdözgetés. Már az ő gyerekük, de van fényképküdözgetés, évente egyszer kaphatnak fényképet, de rajtunk keresztül, ha kérnek. Tehát nem úgy van, hogy csak minden évben. Akkor bocsánat, akkor ezt tisztázzuk, tehát hogy ha kérnek, és ha én nem akarom, hogy tudja, hogy néz ki a gyerek? Hát ezt megbeszéljük még az örökbefogadás előtt, hogy az életet adó szeretne, vagy nem szeretne. Tehát ez azért nem szokott ilyen úgy felvetődni, hogy én nem akarom. Előfordul egy-két családnál, de a legtöbben azt mondják, hogy természetesen, ha kér, akkor kaphat fényképet a gyermekről, de csak rajtunk keresztül, tehát a Gólyahír Egyesületen keresztül. Minket szoktak felhívni. Hát a mai világban ott a Facebook-e, tehát eléggé faramuci helyzetek előjönnek, de ezt kezelni kell. Na igen, tudja, mert lehet, hogy én vagyok túl egoista most ebben az ügyben, de én azt nézem, hogy hol van az örökbefogadó családnak a nyugalma és biztonsága. Mert hogy itt azért arról hívnak föl. Én értem, tehát most itt nyilván nem arra gondolok, hogy itt ezt bárki szándékosan megzavarná, hanem arra gondolok, hogy van ebben sok nehézség. Tehát előbb-utóbb azzal a gyerekkel ugye valahogy ezt közölni kell. Tehát jó esetben... Ebbe kell felnőni első pillanattól kezdve. De van, aki nem mesekönyveink, ezért vannak találkozóink, ezért alapítunk
alapítottuk a Gólyahír Alapítványt, a Gólyahíres Családokért, aki rendezvényeket szervez, anyák napját, gyereknapot, tehát, hogy abba is igyekeznek elmenni minden, abba az irányba, hogy ne az legyen, hogy mint régen, vagy a régen volt ilyen, hogy titkoljuk a gyerek elől, azt egyszer csak majd a szomszédnéni elmondja neki. Mi úgy gondoljuk, hogy első pillanattól tudnia kell a gyereknek, ahogy eszmél, hogy ő nem az anya pocakjába volt, hanem a néniébe, akit az életet adóiba, a anya a szívébe hordta őt, igen, és nem 9 hónapig, hanem hosszú éveken át, és ezt a gyereknek, ahogy kérdez, arra meg válaszolni kell, hogy mi a keresztneve, hogy van-e vérszerinti testvére. Amiket kérdez, azt őszintén válaszolni kell, hiszen ha ő 18 éves lesz, akkor megkeresheti az életet adót, és hogyha a szülők félrevezették, vagy rosszat mondtak, vagy nem az igazat, akkor az ki fog derülni. Tehát a legjobb taktika az, hogyha az örökbefogadó szülők őszintén, izgalommentesen, hogy úgy mondjam, mindentre válaszolnak, amit a gyerek kérdez. A találkozóinkon pedig találkoznak azokkal a gyerekekkel, akik ugyanígy a Gólyahíren keresztül lettek örökbefogadva. Én azt szoktam mondani, hogy ők unokatesok, tehát egy gyereknek nálunk 897 unokatesója van, hiszen mindenki Gólyahíres nagy családnak a tagja. Itt tartanak már 897. Igen, 897-et holnap írjuk alá. Ez mit jelent? Évente mennyi? Évente hány gyerek találcsolódik? Hát volt már olyan évünk, hogy 66 gyerekünk is volt, ez hullámzó. Tavaly előtt 36 volt, tavaly 43, tehát, és most már 21-nél tartunk idén. Igen. Tehát az éveleje nagyon erős volt, hogy egy hónapban 6 gyerekünk, 8 gyerekünk is volt, aztán 2, most ebben a hónapban még csak 1. És milyen a várakozási lista? Tehát hányan várnak gyerekre? Hát közel 500 házas pár vár gyermekre. És az, hogy milyen gyorsan kap gyereket, az sok nyilván mindentől függ az igény szintől. Természetesen, mert például, hogyha valaki roma-fél-roma babát vállal, vagy olyan anya gyerekét, akiét más nem vállalná, például volt ez a skrizofén anya, vagy volt olyan, amikor alkoholizált az anya, tehát ivott, és hát ilyenkor őszintén megmondjuk, hogy lesz egy ilyen babánk, van-e olyan, aki ezt vállalja. És ha valaki vállalja, akkor hozzákerül a baba, akárhanyadik a sorszáma a házaspárnak, aki vár, vagy ikreknél, ugye ott is nem mindenkinek van engedélye, vagy nem mindenki tud ikreket vállalni. Ilyenkor mindig megkérdezzük, hogy ki az, aki vállalja, és azokhoz kerül. Tehát arra szó sincs, hogy szétszedik az ikreket. Nem, sose. Aha. Hát az ikrek mindig együtt kerülnek. Aha. Természetesen egy családba. És a Gólyahír Egyesületnél a várakozóknak fél évente van országos találkozója. Tehát mi a várakozókkal is foglalkozunk. Szászhalombattán mindig van egy ilyen találkozó tavasszal és ősszel, ahol elmondjuk, hogy kik vagyunk, hogy működünk, milyen elvei vannak a Gólyahír Egyesületnek, és bemutatkoznak az előző fél év friss családjai. Tehát első kézből hallhatják, hogy hogyan működik jelen pillanatban Magyarországon a nyílt örökbefogadás, milyen az anyákkal találkozni, milyen együtt szülni, milyen elkezdeni az életet egy gyerekkel, és ez rettentően sokat jelent a várakozóknak, hogy egy az, hogy foglalkozunk velük fél évente, legalább megtudják a sorszámuk mennyit megy előre, és találkozhatnak a sorstársakkal, és beszélgethetnek. Van még egy titkozzárt Facebook csoportjuk is, ahol már a barátságok az örökbefogadás előtt kialakulnak a házaspárok között, és nagyon jó látni, hogy amikor már gyermekesek lesznek, és bekerülnek ugye a nagy családba, akkor már ismerősként fogadják egymást, és hát most nyáron is nagyon szívmelengető volt, amikor az országos találkozón a babakocsiba a pici babákat, apukák
tologatták, és beszélgettek egymással, és barátságot kötöttek. Nagyon-nagyon jó érzés látni, hogy ilyen nagy családdá vált a Gólyahír. Ennek a legnagyobb nyertesei meg ezek a babák. Tehát, hogy akkor így éppen 897 élettel több. Ők mehet, nem kerültek állami gondozásba. Mehet boldogan, igen. Nem lettek, mert sokan régen ugye abortuszra mentek. Ma már a fiatalok felvilágosultabbak, hál' Istennek, és tudják, hogy mi az abortusz. Már ha nem megy abortuszra, abból a kis sejthalmazból élet lesz, egy gyerek lesz. Tehát ők pontosan tudják, és már direkt nem mennek. Eljutottunk már idáig, hogy a fiatalok inkább válasszák az életet, mint az abortuszt. És ez nagyon jó dolog még akkor is, ha nem tudják felvállalni a felnevelését, hiszen rengetegen várnak arra, hogy gyereket nevelhessenek, és ők meg nem tudják megtenni, mert nem lehet vér szerinti gyermekük. Mi csak a második gyermekig segítünk, tehát ez is nagyon lényeges, hogy nagyon sokan vágynak, vagy szeretnének gyereket örökbe fogadni, pedig már van mit, amin két fiúk, két lányuk, és hogy legyen egy harmadik nemű, vagy második nemű gyermekük, de mi ezeket nem fogadjuk, mert nem az a lényeg, hogy valaki úgymond jót tegyen ezzel a gyerekkel, mert az örökbefogadásnak nem ez a lényege, hanem hogy az a házaspár sajátjaként felnevelje. Nem jó tétemény, a gyerek tesz jót velük, hiszen családdá alakítja azt a házaspárt. Ugye a magyar nyelv nagyon szép, hogy amikor egy férfi meg egy nő akár házasságot köt, akkor házaspár. Család akkor lesz, ha gyerekük van. Visszatérve egy kicsit még erre a kapcsolattartásra, hogy mondta, hogy 18 éves korban ugye megkereshetik. Mi a tapasztalata? Mert én azt hallom a legtöbb helyről, hogy mindig van egy kíváncsiság, mindig van egy lelkesedés. Vagy van, vagy nincs. Tehát ismerek olyan családunkat, ahol a nagyfiú, aki most már 21 éves lesz, az azt mondta, hogy nem, őt nem érdekli, hogy honnan származik. Ő neki, ők a szülei, és kész. És a húga, aki szintén örökbefogadotta, azt mondta, hogy már pedig ő majd meg fogja keresni. Tehát egy családon belül is lehet a gyerekeknek más a kíváncsiságuk. De nyilván az is fontos a kommunikációban, hogy az életet adóra ne úgy gondoljanak, mint aki őket eldobta, hanem... Nem, hát ezeket a gyerekeket soha nem dobták el, ezeket átadták. Igen. Tehát a nyílt örökbefogadásnak ez a lényege, hogy ők nem hagyták ott sehol őket, nem eldobták, nem elhagyták ezeket a gyerekeket, hanem átadták nevelésre a szüleiknek. Tehát ezek a gyerekek nem érezhetik eldobottnak magukat, akiket nyílt örökbefogadással egy másik család örökbefogadott. Igen, az ismerősömeknél ott azt hiszem 5 évesen most úgy fogalmazza meg magát a kisfiú, hogy ő nagyon jól tudja, hogy őt nem a mama szülte, de ő éjjel a kórházban átmászott hozzá. Uh-huh. Mindenfélét találhatnak. És akkor ő így fogalmazza meg ezt a dolgot, nagyon szép. Most, ahogy jöttem ide, és véletlenül találkoztam egy örökbefogadottal, és annyira nagy öröm, amikor a nyakamba bőrül, és köszönni, hogy ott lehet ebbe a családba. Ó, de szép. Úgyhogy nemrég köszöntöttem egy 18 évest, és hát gyönyörűen írta le, hogy ő köszönni, hogy ebbe a családba élhet, és hogy ők lettek a szülei. Na igen, tehát hogy a végére így mondja meg, hogy milyen érzés ez, hogy ennyire sokat tud segíteni, és hogy ennek ilyen erős visszacsatolása van. Tényleg lát sorsokat, lát embereket felnőni, családokat boldoggá válni, és azt, hogy mindenki a helyére kerül. Hát ezért éri megcsinálni, hát semmi más éri. Hát azért ennél egy kicsit többet mondjon erről, nem tudom, hogy valaha. Tehát, hogy mit él meg, mit érez? Hát nagyon jó érzés, nagyon jó érzés. Egy az, hogy akármerre megyek az országba, tudom, hogy na itt is lakik egy gólyahíres, ott is, innen meg egy életet adó volt. Tehát tényleg az egész országot, ahogy járom az esetek kapcsán, rengeteg településen élnek már gólyahíres családjaink, és nagyon jó érzés látni, hogy nagy szeretettel nevelik ezeket a gyerekeket, és egy kicsit részem van abban, hogy ezek sose lettek állami gondozottak. Borzasztó nehéz azoknak a gyerekeknek, akik nem kapják meg az egyénre szóló szeretetet, törődést, amit csak egy család adhat, egy anya és egy apa. És az életet adók nagy része azért is adja örökbe a gyereket, mert nem lenne apja.
hiszen ezek egyedül élő nők, vagy egyedül álló nők, akikről az apa elment, és ahova adják őket, ott mindenhol vannak apák, fantasztikus apáink vannak, és nagyon jó látni, hogy ennyire szeretik ezeket a gyerekeket, és megtesznek értük mindent. Természetesen itt is vannak kivételek, vannak válások, vannak beteg gyerekek, tehát sok minden, mint ahogy az egész nagy társadalomban vannak. Igen. De odafigyelnek rájuk, és segítik őket, és hogyha egy kicsit ebbe 18 éve benne lehetek, akkor ez nagyon jó érzés, és amikor ilyen országos találkozót tartunk, ahol 5-600 ember fordul meg, rengeteg gyerek a picitől a nagyig, hát ezt szoktuk mondani, egyik kolléganőm találta ki, hogy ez a mi fizetésnapunk, hiszen látni ezt a sok boldog gyereket és családot, hát ennél jobb érzés nincs. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Nyilván sok mindenről nem tudtunk beszélni, leginkább arról, hogy mik is a követelményei, vagy a feltételei annak, hogy valaki örökbefogadó legyen. Viszont azt tudom mondani, hogy erről az interneten egy csomó-csomó. Így van, honlapunk van, igen. Facebook oldalunk van. Információt találnak, illetve viszonylag könnyen el lehet önökhöz jutni, és akkor lehet erről így beszélgetni. Van. Hát majd valamikor máskor mi is folytatjuk, most ennyi időnk volt, és további nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm. Móruc Lajosné Gabi, a Gólya Hír Egyesület elnöke volt a vendégem. Ma este itt a 103.9 Sláger FM-en a Slágerarcokban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmüket, de azt mondom, hogy maradjanak a továbbiakban is, hiszen kollégám Habocki Máté jön, és hozza a legnagyobb slágereket változatosan egészen hajnali 5 óráig. Figyelemre méltó emberek, érdekes témák. Ez a Sláger Arcok minden este 10 órától. 103.9 Sláger FM.